A videót a notebook.hu támogatta. Szevasztok srácok, sok szeretettel! Hello! Üdvözlök mindenkit! Azt hiszem már vagy 3-4 hete nem volt, viszont most van, ugyanis érkezett, hát ezt a piszta már megrágta, itt a, itt a, a, ez nem ilyen volt, de hogy érkezett egy csomag a notebook.hu-tól, ami hát egyenesen egy összerakott PC, úgyhogy ezt fogjuk szemügyre venni, ki fogjuk most bontani, utána pedig megnézzük, hogy milyen játékokat tud elfuttatni. Magát a cuccot a leírás legfelső sorában megtaláljátok, úgyhogy most pedig bontjuk meg. Szóval... Hát Egyelőre ennyit látunk, egy nagyon alap ház van itt előttünk, semelyik oldalán nincsen semmiféle plexi, amin keresztül beláthatnánk, hátul is egy ilyen szerény témát látunk. Azt azt mondja, hogy van a videókártyán, ami nekünk jelenleg érdekes, az hogy egy HDMI, illetve egy Display port csatlakozó, úgyhogy azokat tudjuk ma használni. Hát az a probléma, hogy itt már van fent rajta egy matrica, hogyha én ezt leszedném, akkor gyakorlatilag elveszíteni a garanciáját, és ugye ez csak ilyen tesztre van nálam, tehát ezt nem fogjuk megtenni. Amit látok, hát eléggé nem fogtok ti semmit látni, a lényeg az az, hogy hát nem egy moduláris táp van itt bent, ezen kívül van egy AMD léghüttőnk, egy kisebb darab, és egy slot ö, RAM van, ami ha jól tudom 8 GB, de nézzünk ö, pontos specifikációt. Nézzünk kicsit bele a PC-be, első körben vegyük figyelembe az alaplapot, amely egy MSI B450 Tomahawk Max ö, ATX alaplap, AMD AM4 processzor foglalattal DDR4 RAM-ot tud befogadni, abból 4 slotot, jelenleg itt ebben a gépben egy slot van használatban, az 8 gb tal ami 2666 MHz-es. Viszont tovább bővíthető. A processzor az egy AMD Ryzen 5 3600, 6 magos, 3,6 ghz és elvileg lehet húzni 4,2 GHz-ig. Rajta egyébként az AMD Ryzen-nek a gyári hűtője. A lap egyébként 6 darab SATA 3-as csatlakozóval rendelkezik, és ezen felül még egy M2-es csatlakozóval, ami ebben a konfigurációban használatban is van, ugyanis egy 512 GB-os Samsung 970 EVO Plus M2 PCIe SSD van benne. És ezen felül, amiről még nem beszéltünk, az a videokártya, ami egy Palit NVIDIA GeForce GTX 1650 Storm X 4 GB-os GDDR6, a táp pedig egy Shiftek Arena 500 Watt. Uh, alul, alul sincsen hűtés, illetve felül sincsen semmiféle hűtés. Innen tudsz betenni kettőt, inkább 220-as? azt hiszem talán, vagy 140-es ventilátort, vagy akár egy vízhűtést ide rögzíteni. Mondjuk ilyet még nem láttam, de hát nem is férne el a videókártya miatt. Itt hátul van még egy hely egy további ö, ventilátornak, és nagyjából ennyi. Máshol nincsen hely. Ezt a matricát nem szedném le az elejéről, sokat nem ad hozzá, annyi, hogy ugye itt ilyen fém, itt pedig uh, szerintem műanyag, de ilyen csillogós műanyag. Tehát ennyi a dizájn. Itt alul még van egy logó, ami még talán érdekes tud lenni. Fent van nekünk három darab USB portunk, uh, mikrofon, fülhallgató és egy bekapcsoló gomb, az pedig itt van. Jó, hát azért mit a fóliana. Hát, nagyon kíváncsi leszek, hogy mire képes ez a gép. Uh, Hát most akkor feltelepítem meg mindent, mert nem jár hozzá Windows, és akkor, és akkor megnézzük, hogy mi újság van. Nos hát akkor itt vagyunk először is a PUBG-ban, és nézzük meg a beállításokat. Ezeken gyakorlatilag semmit nem állítottam, ennyit, hogy a lobby FPS az ne legyen túl tolva, de ezen kívül hát ezeket a beállításokat adja be. Esetleg megpróbáljunk egy médiumot? Mert azért ez a ló, ez, ez szerintem annyira nem lenne túl jó nekünk. Oké, okay, tehát médium beállításokon megnézzük, hogy hogyan fog muzsikálni a téma. Úgyhogy startolunk el, töltsön be, nézzük meg. Nos, hát akkor itt is vagyunk, és mint azt látjátok, szépen látszik minden adat. Úgyhogy egyelőre a GPU 58 a CPU pedig 62. A kihasználtsága a GPU-nak már 97, gondolom ez a 4 GB, ez, ez oda tesz azért neki, viszont a cpu csak ilyen 30% környékén használja a játék, és 6,5 GB RAM van elhasználva a 8-ból, Ugye, hát erre mondtam, hogy, hogy valószínűleg az egy kicsit kevéske, Úgyhogy meglátjuk leírve, hány FPS-t fogunk tapasztalni, de ezeken a médium beállításokon azért én azt gondolom jó lenne, hogyha futna a játék, úgyhogy, úgyhogy, ezt meglátjuk. Igen, belevágtam, mert soha véget nem érős ez, amire mi itt leérünk, de azt hiszem meg vagyunk, úgyhogy innentől kezdve tudjuk szépen nézni az FPS számot. 190 és 100 környékén mozog, ami eléggé jónak mondható, és ugye médium beállításokon van, amit már szerintem 5, -5 mondok el nagyjából, tehát ezen még azért lehet feljebb húzni, akár a, a high felé, és akkor, és akkor még szebb a játék, viszont itt 1080 p ez a 100, 106, meg volt esetenként 90 alatt is, um, ez így, így talán jónak mondható, amikor estünk lefele, ott volt ilyen 40-50 fps, most ezt nem tudom, hogy pontosan miért történt, tehát hogy amiatt mert töltött be a játék közben, vagy hogy sok mindent jelenített meg egyszerre a cucc, viszont, viszont egyelőre így a házon belül látjátok az fps számot, és akkor menjünk még ki, reménykedve abban, hogy nem ölnek meg. Próbálok valami magaslati ponthoz menni, hogy amennyire csak lehet, fingassuk meg a gépet. Ilyen szakszerűen tudok fogalmazni általában, de hát ezt megszoktátok, ugyanis ezek a tesztek sosem arról szólnak, hogy professzionális körülmények között próbálunk ki egy-egy gépet, hanem a mindennapi használatot próbáljuk ezzel tükrözni, hogy, hogy, hát játszunk vele tulajdonképpen. Úgyhogy most eléggé feljöttünk, és kitárulkozott előttünk a világ. De így is ez a 103, 105, 110 FPS. Én azt gondolom, hogy ez így első körben jónak mondható. Itt is ajánlom figyelmetekbe, hogy nézzetek jó sok tesztet a gépről, mert ez, amit én mutatok, ez csak három játék ebben az esetben. Tehát nem egy teljes körű teszt. Látjátok a hőfokokat, látjátok a kihasználtsági szinteket, FPS-t. Úgyhogy ugorjunk itt sátra a másik, második játékunkba ami most egy forma egy lesz, viszont még lesz ezen kívül még egy játék. Nos, hát nézzük első körben is, hogy mik a beállításaink. Uh, hűha, alig látok már valamit. Aha, a felbontás az nem volt túl jó. 1920x1080, full screen vészink off. Oké, okay. egyelőre ezeket látjátok itt, a többit így hagyjuk. Oké, okay, el is mentjük. Bum! Elmentve ezen kívül pedig a kvalitét, hát én ezt most felteszem így Form 1 esetében magas beállításokra, ezen kívül van még egy ultra high és ennyi, tehát ah, megpróbáljuk ezen. Mi uh, micsoda? Mit írt ki? Mert szépen ellapoztam. Ilyenkor mit ír Újra kell indítani a játékot. Oké, okay, akkor viszont egy pillanat, csak újra indítom a játékot. Nos, 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 nos! akkor egyből indítunk egy futamot, és akkor ott kiderül minden. Első körben, hát így a külső kamerát azt azért állítottam be még annó, mert hogy, mert hogy így azért jobban látszik a grafika, a leterhelés, meg ilyesmi. Úgyhogy több dolgot kell megjeleníteni a gépnek. Figyeljetek, 120, 122 FPS környékén vagyunk, magas beállítások mellett ami persze nem olyan ö, ö, rendszerigényes ez a játék, viszont én azért azt gondolom, hogy, hogy ez egy nagyon jó érték ettől a játéktól, és itt is látszik az, hogy akár el lehet menni itt az ultra, ultra beállítások felé, mert hogy, ö, mert hogy hát azért ennyi FPS-re úgymond nincsen szükségünk, Uh, úgyhogy, úgyhogy, azért itt még lehet terhelni a dolgot. Itt is az látszik meg, hogy a videokártya az, 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 eléggé használatban van, viszont ezek mellett a processzor az olyan erősnek bizonyul, hogy 44%-ot használ csak csupán belőle. Ez micsoda reklámszöveg lehetne, ugye? Mintha egy PR cikket olvasnék itt közben, pedig nem, hanem, hanem, hanem csak így ezt látom, és azért mondom nektek ezeket. Úgyhogy, fú, figyeljetek, 134 FPS, én szerintem ez tök jó. Úgyhogy szerintem ez így kafi. Megmondom őszintén, kicsit kevesebbet vártam ettől a géptől, ha bár azért nem ez a játék dönti el, persze. Na de most pedig, amit meg fogunk nézni, az nem más, mint a Watch Dogs Legion. Úgyhogy ott azért kell a rendszer. Megnézzük, hogy ö, mit tudunk ott elérni, úgyhogy akkor szerintem most röppenjünk is át abba, és akkor nyomjuk, és nézzük meg. Oké, okay, tehát hogy, itt vannak a beállításaink, uh, igazából semmit nem állítottam, ezt így fogom hagyni, ugyanis egy nagyon erős játék, itt is látjátok itt a beállításokat, gyárilag minden így van beállítva, 3400, megabyte van használva a 3900-ból, hát úgyhogy úgy meglátjuk, hogy ez így hogyan fog akkor alakulni, és akkor hát vágjunk bele. Nos, itt is vagyunk, 70-80 fps, hát jó, láttuk a beállításokat, de, de figyelj, ahhoz képest, ahhoz képest ez nem túl rossz, én azt gondolom legalábbis, aztán majd mindenki eldönti, mert még ez a játék, emlékszem, amikor. Ja, ö, semmi. Már mit, ebből már vettünk fel videót, csak még nem került ki. Mindegy, emlékszem, hogy akkor azért ö, eléggé megfingatta a gépemet. Persze ahhoz még kellett az is, hogy vegyek fel, de hát azért az egy jóval erősebb gép. Na, ö, úgyhogy, úgyhogy látjátok, 80 FPS környéki érték. A képet egyébként ne nézzétek, lehetnek nektek szaggat, mert 25 FPS-re van felvéve a videó, tehát hogy az sosem az sosem releváns ebből a szempontból. Úgyhogy uh, itt, itt bent én azt mondom, hogy eléggé, eléggé jó ez a dolog. Hello! Jaj, de megcsináltalak. Azt se tudom, mit csináltam vele. Na, úgyhogy uh, én azt gondolom, hogy ennyi. És nem tudom, miért erre jöttem amúgy, de figyelj el, mi nagyon kemények vagyunk, mindenkire rámegyünk. Nem úgy van ám az. Pük, 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 pük. Azt mondjuk nem tudom használni. Azt a gombot, de hát ennyi. Ott is vagy. Fő vagy burogatva. És figyelj, ő észre se vette. Puff! Atya isten, meghaltam. Majdnem meghaltam. Na, úgyhogy ezt tudja a játék ebben a formájában itt. Úgyhogy nagyjából látjátok, én most meglepődtem, tényleg kicsit kevesebbre számoltam. Na, hát akkor egy kicsit összegezzünk. Szóval összességében elmondható így a gépről egy ilyen kis minimális teszt után, hogy hát én azért meglepődtem, mert oké, okay, persze kihasználja teljesen ezt a 4 gigás videókártyát, viszont attól függetlenül szép FPS számokat kaptunk, Úgyhogy kicsit megijedtem az elején, hogy hú, hát ebből így mi lesz, hogy ennyi meg annyi, de szerintem összességében nem egy rossz gép, az, hogy árérték arányban ez kinek éri meg, azt majd mindenki eldönti, nyers teszteket láttatok tőlem, és valószínűleg a YouTube-on is van még jó pár ilyen, úgyhogy mielőtt bármit vásárolnátok, jól nézzetek utána. Úgyhogy ennyi meg egy bambi. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ha tetszik a gép, akkor itt van a leírásban a link, ahol meg tudjátok vásárolni. Jók legyetek! Hello, hello! Szevasztok! I solve them, I run through the money, the will be calling Left on my blessings, I feel like I'm falling, The birdie is back Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling Phone in progression, it's all that I wanted The phone in affection, I summon and double Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them, I run through the money, the will be calling Left on my blessings, I feel like I'm falling, The birdie is back Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling